Szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőit, és külön szeretettel Tunyogi Henriettet, akinek elsősorban megköszönöm, hogy elhalasztotta egy nappal emiatt, a felvétel miatt londoni utazását. Másodszor pedig gratulálok, mert amikor ezt az adást fölvesszük, ugye, akkor éppen a 14. díjat tetszett besöpörni a Esti Dal című kis játékfilmmel, amely hát most már azt lehet mondani, hogy világszenzáció, ugye talán nem túlzom el. Szóval gratulálok, és köszönöm még egyszer, hogy eljött, pláne, hogy időt szakított London helyett ránk, a nézők nevében is. Na most hát nyilvánvaló, ha önt be akarom mutatni, akkor lemegy az adásidő. Mert ugye eredetileg balettáncos, de éppen most olvastam, hogy azt nyilatkozta a legfrissebb interjújában, hogy tulajdonképpen most találta meg, igazából színész akar, vagy szóval a filmmel volt eljegyezve mindig. Igaz? Ez pontosan így van. Gyerekkoromban én mindig filmszínész szerettem volna lenni, akkor még nem tudtam, mi az, hogy rendezni természetesen, de abszolút filmőrült voltam. Miért úgy a filmhez? Szerintem nekem nagyon fontos az, hogy történeteket meséljünk el. Érdekelnek az emberi lelkek, az, hogy miért cselekszünk, hogy miért gondoljuk azt, amit gondoljunk. Az élet nagyon izgalmas. A tánc ez nagyon absztrakt valami. Egy gyönyörű művészeti ág természetesen, de valahogy a filmeknek a pszichológiája, az embernek a mélységei, a drámái, a szerelmei, a szépségei, fájdalmai, az egy borzasztó izgalmas téma. Ez a balettben is benne van szerintem. Máshogy. Igen. Máshogy, meg ott a testtel mesélek egy adott zenére, a filmben pedig nagyon sokféleképpen lehet elmesélni valamit. Na most azért térjünk vissza a kezdetekre, ugye azért lett balettáncos, ha jól tudom, mert a szülei elvitték a balettintézetet a felvételire, és véletlenül megfelelt. Igen, én addig nem láttam balettet. 10 éves koromig fogalmam se volt az, hogy mi az, hogy balett. Viszont örökmozgó gyerek voltam, és édesanyám azt gondolta, hogy aki ilyen fizikailag aktív, annak nagyon jót tenne. Sportolt? Igen, atletizáltam, úsztam, szertornáztam, és imádtam. És még az se volt elég, mert akkor hazamentem... Szertorna az jó a baletthez, ne haragudjuk közben, várjuk, csak ez a szakmám, hogy a szertornáról is azt mondják, hogy körülbelül olyan szenvedésekkel jár, mint a balett. És hogy a balett is, majd erről beszélünk talán egy kicsit, de most egyébként a szenvedésnél, tehát hogy aki tornázik, tehát sportszerűen tornázik, mármint versenyszerűen tornázik, az körülbelül olyan fájdalmakat él át, mint aki balettezik. Hát fizikailag nagyon megterhelő. De az érdekes, hogy én soha nem éltem meg azt, hogy ez túl fájdalmas, hanem valahogy... De fájt. Fáj, de valahogy azt gondoltam, ez a természetes része annak, hogy valamit elérjünk, az fájdalom nélkül nem mindig lehetséges. De ezt haladó ember nem tudja ezt így. Tehát a fájdalmat persze abban a tévedésben élni, hogy minden karrier fájdalommal jár, de ugye nem kell mindenkinek fizikai fájdalmat elviselni. Hát nem, de egy táncosnak igen. Azt így van. Az maximálisan hozzátartozik. És az hogy van, hogy az én megfigyelésem szerint a balettáncosok, most a balett nem a feltétlen, nem a görlökről beszélek, nem kezelem le a Moulin Rouge-i tánckart se, nehogy véletlen félre értés legyen, csak arra gondolok, egyébként sokan baletteztek azok közül. Balettesként kezdték, igen. Tehát, hogy arra gondolok, tehát, hogy egy balettáncosnak a lelke rendkívül finom az én megfigyelésem szerint, ugyanakkor rettenetes tűrés küszöb kell hozzá. Igen, mindig azt mondom, hogy egyszerre kell, hogy úgymond az ember arcán vastag bőr legyen, de mégis megtartsa az érzékenységét. Tehát, hogy mindig egyensúlyozni kell. De nézek akár, hogy szóval, hogy mondjam, a vastag bőr kevésbé jut az ember eszébe. De olyan szempontból sokat kell eltűrni. Úgy igen. Tehát, hogy arra értem, hogy nagyon sok mindent el kell tűrni, és mégsem szabad elveszteni az érzékenységünket. Tehát az ember mindig ott balanszírozik középen, hogy erős, de közben mégis érzékeny, és minden tapasztal, és lát, és magába enged. Ugye attól még, hogy fölvették, hogy elvitték a szülei, és fölvették, az magától értetődő bizonyos fokig, hiszen olyan tehetséges volt, de az nem magától értetődő, hogy balettművész lesz, hiszen ott még nagyon sok stáció van, amíg valaki... Hogy mikor fedezte föl magában azt az érdeklődést, mert anélkül nem megy. Tehát, hogyha valaki ezt nem szenvedélyből csinálja, még akkor is, ha ma azt mondja, hogy a film nagyobb szenvedély, mint a balett. Tehát az nem létezik.
az nem létezik, hogy valaki világhírű balettművész vagy koreográfus lesz anélkül, hogy belső meggyőződésből csinálja. Igaz? Ez valószínű, hogy így van. Én szerintem a művészetek az én számomra nagyon fontosak, és ha az film, akkor abban próbálom a maximumot kihozni, ha az éppen tánc, akkor abban próbálom a maximumot, és mintha nagyon szeretem a zenét, ezért elég hamar megszerettem a balettet. Tehát így bementem először a tükrös terembe, és éreztem, hogy azért ez lesz az én pályám, attól függetlenül, hogy nem tudtam, hogy mi lesz. Az rögtön magára történet lesz? Volt egy ilyen intuíció, hogy én ezt fogom csinálni sokáig. Az, mi volt? Az intuíció lényege mi volt? A mozgás vagy a muzsika? Mind a kettő. Az nagyon szorosan összetartozik, de azért szeretem nagyon a balettet, mert nagyon szeretem a zenét. És valahogy miután szeretek zenére megmozdulni, azért ez egy borzasztó nagy örömöt ad, és az ember így szívesen áll a véres picces ujjára. Igen. Hát szívesen. De tényleg szívesen. Tehát, hogy amikor egy olyan szerepet táncol az ember, vagy olyan zenére mozdul meg, akkor hiába nincs köröm a nagy lábujján, meg tiszta vér a lábúja, fölhúzza azt a cipőt, és azt mondja, hogy de én akkor is megcsinálom. Az mi a fő motivum ebben, hogy a szerepet jól eljátszam, tehát, hogy megfeleljek, vagy pedig, hogy kifejezzek valamit, tehát magamat kifejezzem? Vagy ez a kettő teljesen minden, rossz a kérdés, mind a kettő? Szerintem mind a kettő fontos, mind a kettő. Még az, hogy minden egyes szerepet alázattal kell megközelíteni. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy nem az a fontos, hogy mindig Tunyogi Henriett jöjjön át egy szerepen, hanem mindig a karakter jöjjön át a szerepen. Hogy én magamon belül megkeressem azt, hogy hol van az a tulajdonság, amit lehet, hogy a hétköznapi életben nem élek meg, de a szerep megkívánja, és akkor ezt meg kell magamban keresni. Ez mégiscsak Tunyogi Henriett lesz az. Tehát a végeredmény, tehát ez igen, persze de... a színészeknél is így van, azonosulni kell alázattal, igen, természetesen értem, igen. Gondoltam, de akartam a saját szavaival hallani, de hát végül is az elvonatkoztathatatlan Tunyogi Henriettől, ami még persze, akkor... Persze, mert mégiscsak én vagyok, igen. De akkor is kutatni kell sokszor bennem, hogy hol van az érzés. Ha ez olyan, hogy... az ember megnéz másokat? Persze, ez nagyon fontos. Én élvezem azt, hogy más hogy táncol egy-egy szerepet, vagy a színész. De akkor az ki is zárja, hogy akkor én úgy nem táncolom, mert az nem, 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 abszolút nem. Mondjuk amikor én tanítok, akkor mindig azt mondom a tanítványaimnak, hogy senki nem tudja azt adni, amit te tudsz. Tehát találd meg magadban az, ami a te különlegességed. Az valószínűleg így van, igen. Igen, és akkor az ad nekik egy egészséges önbizalmat. Az egészséges önbizalom jele, ha már simán megnézi a másikat. Mert ugye akkor nincs. Tehát nem az van, hogy önmagamat mutogatom, mint ahogy az előbb mondta is, hogy tulajdonképpen nem az a lényeg, hogy Tunyogi Henriett, hogy táncolj el, hanem hogy a figura legyen megszemélyesítve. De egyszer Tokod Élen operaénekesnő azt mondta, hogy ő úgy nézi a kollégáit, hogy nem féltékenységgel, hanem azt, hogy mit tud tőlük megtanulni. És én ezt átvittem, mondom, ez a nagyon okos gondolat. Így van. És én is azt úgy nézem a kollégákat, hogy mit tudok tőlük tanulni. Én ugye nem vagyok művész az én szakmámban, és ugyanígy gondoltam mindig. Soha nem. Aki jó volt, arra nem volt, de jót írt, az nem volt, ami így rá. Meg kell nézni, mitől jó. Hát persze, csak nem másod, mert úgyse tudod lemásolni, mert abban nagyon igaza van, hogy mindenki más. Igen. Tehát és lehet ettől akár... izgalmas szerintem, hogy mi az az unikum, ami benne van az egyes emberben. És az a fontos, hogy megadjuk azt, hogy az ki tudjon jönni, meg tudjon jelenni az az egyéniség, mert hát az a szép egy emberben, hogy ő saját maga tud lenni. Igen. Függetlenül attól, hogy milyen mesterei vannak, vagy nem függetlenül attól, de attól függetlenül... számít. Igen, de úgy értem, hogy attól, a független abban a pillanatban, hogy minden ember más, ez így, ez nagyon, igen, minden művész is más. Igen. Ugye én nagy tisztelője voltam Dózsa Imrének, aki az ön tanára volt. Tehát önnek mit, egy ilyen nagy név, tehát egy ilyen világmárka, az mit jelentett önnek? Hát nagyon érdekes, amikor első évfolyamos voltam 10 éves, akkor ugye Dózsa Imre volt az igazgató a főiskolán, és ez édes volt, mert akkor ő még táncolt, és emlékszem, hogy a Diótörő címszerepét táncolt aznap este, és ment az folyosón az iskolában, mint igazgató, és akkor én nagy magabiztosan mondtam neki, hogy sok sikert kívánok estére, igazgató úr, megyek, megnézem az előadást, és akkor 10 évesen. És ezt bajkosan mondta, az kicsit szórakozva vele? Én ilyen nagyon kedvesen, igen, hogy így nem volt bennem sose gátlás kommunikálni, és csodáltam őt, hogy ennyi mindenre képes. És hogy fogadta, hogy
nagyon kedves volt, ő mindig nagyon emberi volt, és olyan kedvesen visszaszólt, és csak jó emlékeim vannak vele. És esténként bejárt a előadásokra? Be, az Erke Színházba és meg az Operába is. Emlékszem, ahogy a hagyományosan a karzaton? A karzaton az első felvonást, aztán mindig kinéztük, hol van a hely a földszinten, és akkor szünet után lement. Értem. Mindig volt hely? Többnyire igen. Egy-egy mindig. Mert egyébként sokszor voltam baletten, és mindig tele van. Tehát nem udvarolni akarok, hanem tehát, hogy meglepetve vettem észre, hogy nem lehet olyan előadást találni mondjuk az Operaházba, amelyen ne legyen teltház. Szeretik az emberek. Mit gondol, miért? Mert szerintem elrugaszkodnak a hétköznapi gondjaiktól. De a balettet az nagyon nehéz értelmezni. Elég, hogyha leül valaki és csak próbálja élvezni és beengedni, nem kell túl analizálni. Elég, ha élvezi a zenét, élvezi a szépségét, és az már öröm. Amikor azt mondta, hogy véres a nagy lábujjam, kicsit naturalisztikus módon, ugye? Hát így van. Hát így van, persze. Hát hogy ne, az a igen. Szóval, hogy azt én úgy gondolom, vagy úgy tudom, hogy ez minden egyes szerepnél így van. Tehát nem úgy van az, hogy a gyerekkorban így ilyen áldozatokat hozunk, aztán elfelejtjük örökre, hanem minden egyes szerepért ugyanazt. Amíg táncos táncol, addig a véres lábúj az van nekem, 30 évig. Ha nincs, akkor nincs is szerep. Nem biztos, de ez a természete a cipőnek, hogy az ember órákig rajta áll, egy idő után kisebzi a lábát. Ez van, el kell fogadni. Mennyire más szerep az, hogy valaki koreografál? Tehát nem ő táncol, hanem mert azt gondolom, hogy mondom, én nehezen tudom értelmezni a balettet, sokat láttam, de azt gondolom, hogy ha van műfaj, amiben az, hogy aki táncol, vagy aki koreografál, az nagyon egyforma, mert szóval azt is értem, a táncos is érte, persze a színész is értelmez bizonyos fokig, nyilván nélküle nincs, de azért itt a megjelenítés az nagyon hasonló, nem? Hát, hogy egy táncos hogy jelenít meg, még akkor is, ha van koreográfusa, vagy hogy egy koreográfus, vagy lehet, hogy rosszul gondolom, majd de hát nem. Egy koreográfus az nagyon különbözőképpen dolgozik. Például van, aki úgy jön be, hogy tudja előre a lépéseket, betanítja a táncosnak, és másnap azt mondja, ó, felejtsd el, igaz, hogy 5 órán keresztül memorizálja az ember, de azt mondja, hogy másnap valami újat csináljunk. Van olyan koreográfus, aki úgy jön be a balettre, hogy fogalma nincs, hogy mi lesz, ott elkezd improvizálni. Mármint, vagy hogy fogalma sincs a figurákról? Igen, igen, hanem ott helyszínen csak úgy improvizál, és akkor kérdezi a táncos, hogy na csinálj valami ilyesmit, és akkor úgy közösen összetesznek valamit. Ez teljesen egyedi dolog. Na, hogy is mondjam, a táncosok elfogadják a koreográfust? Szerintem ez személyes. Igen. Én volt olyan koreográfus, akivel nem szerettem dolgozni, volt olyan, akivel szerettem dolgozni. Olyankor mi van, ha nem szeret dolgozni vele? Akkor az előfordul, hogy nem vállalom az előadást, vagy pedig megkeresem azt a részét a munkának, hogy megszeressem. Tehát volt, hogy kötött kompromisszumot? Nem kedvelte a koreográfus, de elvállalta a szerepet? Igen. Nem személyesen, nem kedvelte mondjuk így a módszereit, vagy egyáltalán, amit gondolta arról? Az ember meg végig gondolja, hogy miért éri meg valamit megcsinálni. Lehet, hogy a koreográfus személye nem szimpatikus, de a koreográfia jó. Akkor az ember, végigcsinálja, és akkor megcsinálja, igen. Igen. Többnyire azért nem szokott probléma lenni. Nem. Hány országban? Mert de most mondjon valamit, mert talán összeszámolta, hogy hány országban? Nem, de szerintem több ezer előadást csináltam az életemben. Ausztrálián kivétel nélkül minden kontinensen felléptem. Változó a légkör? Milyen szempontból? Hát akármilyen, a nézőtér szempontjából. A közönség különböző. Hát erről gondoltam. Tehát például én a magyar közönséget szeretem a legjobban, mert a magyar közönség lelkes. Meg lehet különböztetni mindenkit? Meg. Igen? Mert van a vastaps, meg ők egyszerűen lelkesek, hosszú ideig tapsolnak. Ha kimegy az ember a kulisszába, még akkor is tapsolnak. Na, mondjuk az angol közönség az nagyon spórol a tapsolással. Amint kimegy a művész a kulisszába, abba hagyja a tapsot. Viszont ha visszajössz, akkor megint tapsolnak. Tehát akivel akárhányszor ki lehet jönni, mert ha látnak a színpadon, tapsolnak. A japán közönség az nagyon fegyelmezett.
ugyanígy a kína is úgy ülnek az egy megsemmozó, hogy szinte lélegzetet sem vesznek, úgy ülik végig. Hát a balett előadás közben ki vesz lélegzetet? Hát például a kubaiak, az oroszok, a magyarok, hát ott van egy élet. Az orosz nézők azok kiabálnak, tapsolnak. Ez óriás, ugye az életrajzában benne van, hogy a Kirov két helyed is kísérte, ugye, hogy a Kirov Szentétváron és a Kirov... Hát, Kirovban még a 80-as években mentünk az iskolával a Vaganova intézetbe tanulni, és aztán én Washingtonban tanultam a Kirovban pont a Zsizel szerepét. És az óriási. Igen, de én nagyon... De az orosz az mégis ugye, az majdnem az orosz balett, az nem úgy van, hogy olyan, mint az olasz az operában? Szerintem ez ízlés dolga. Én nagyon szeretem a franciákat is, az amerikaiat és az angolokat is. Van különbség között. Most nem feltétlenül, majd utána az, nem azért, mert nem érdekel az önvéle, hiszen azért van itt, hogy önről szól az adás. De hogy általában nem úgy tartják, hogy az orosz balett az etalon? Tehát nem, vagy ez egy tévedésem? Valahol igen, valahol nem. Tehát, hogy... Tehát ez nem egyértelmű. Lehet, hogy az operában se tartják mindenhol Olaszországot etalonnak. Azt nem tudom, az operán, de a táncnál nem feltétlenül mindenki az orosz balett híve. Azt tapasztaltam így az utazásom. Az, hogy híve, azt nem. De hát akkor nem. De ez nem egy... Tehát akkor ez egy, hogy mondjam, nem egy közszájon forgó, hogy az orosz balett mindenek fölött. Nem mindenek fölött, de nagyon kiemelkedő. Igen. Tehát, és ön például mi a vélemény? Önnek? Én szeretem, és én azon nőttem fel, és az orosz mesterektől is tanultam, nagyon szeretem, de én imádom az amerikai. Miben különbözik az orosz mondjuk mindegyik mástól? Az orosz gyönyörű kéztartásuk van, a fiúk fantasztikusan tudnak ugrani, viszont sokkal lassabb technikájuk van, mint mondjuk az amerikaiaknak. Az amerikaiak a legfürgébbek. Tehát, hogy van különbség, és az ember kicsit jobban belelát, akkor úgy elkezdi érezni, élvezni azokat a nüanszokat, amivel tipikusan orosz, tipikusan amerikai, tipikusan francia, vagy angol a táncos. Amikor ön nézi, mert mondta, hogy szereti nézni, hogy kitől mit lehet tanulni, ugye? Igen. Vagy nézte? Igen, de nagyon szeretem a képzőművészetet. Például az egyik kedvencem a múzeumba járás. Imádom a festményeket, a fotóművészetet. Van köze a csendhez? Biztos, hogy van közel csendhez, én a múzeumban egyedül szeretek menni. Szeretem a saját ritmusomban végigjárni, olyan hosszú ideig állni egy kép előtt, amíg jól esik. Tehát ez egyfajta meditáció is. És van egy párbeszéd a festménnyel, vagy a fotóalkotással, amikor ott állok a kép előtt. Jó, hogy szóba hozza ezt a meditációt. Olvastam önről, miközben ilyen szépen néz, szóval olvastam önről, hogy elment 40 napig, és nem szólt senkihez. Igen, tettem egy 40 napos csendfogadalmat a Himalájában, 2010-ben. És hogy marha jól érezte magát, bocsánat a kifejezésért. Jól. Igen. Jól. Egyébként... Hát nem tudom képzelni. De miért? Hát hogy lehet 40 napig csöndben maradni? Csodálatos dolog. Csodálatos dolog. Így mondta. Tehát, hogy elmélyedt, és hogy igen. Több lett 40 nap múlva, mint volt 40 nap a korábban. Igen, persze vannak kihívásai ennek az időszaknak, mert azért 40 nap az nagyon sok, és ugye a csend az nem csak azt jelenti, hogy nem beszélünk, hanem fizikailag sem lehettem aktív. Tehát akkor meditálni, sokat ugye kellett jógapózban ülni, keveset lehetett olvasni, tulajdonképpen magammal mit kellett időt tölteni. Előtte? Nyitva voltam, nem tettem semmit, hogy most így ilyennek kell lennie. Nekem nem volt ilyen elhatározásom, tehát valami vitte erre. Hát mert úgy jogázom, és a jogának a része a csendben levés is. Csak általában egy nappal vagy három nappal szokták kezdeni. Tehát mit csinál egy táncos? Hát 40 nap. Tehát, ugye, és amikor kijött onnan, akkor mi volt a tapasztalat? Mivel ment gazdagabb? Nagyon érdekes, mert akkor az ember valahogy, hogy el tudja helyezni magában az, hogy mi fontos és mi nem fontos. Sokkal tisztában látunk. Azt meg lehet mondani? Igen, mert kizárod a külső világot 40 napig, és akkor csak magaddal kommunikálsz, és akkor szépen letisztul egy csomó minden az emberen belül. És akkor rájössz, hogy csak azt fogom csinálni, amit tényleg örömmel csinálok, vagy ha nem tudom örömmel csinálni, de nincs más lehetőségem, akkor megcsinálom. Tehát, hogy... A kérdésem arra vonatkozott, hogy lesz újabb 40 nap, az már nem csendben, és újabb 40 nap, már nem ugyanaz a világ. Igen, de az ember elméje sokkal csendesebb tud lenni egy zajos világban,
hogyha időnként csendet tart magában. Ami lehet, hogy egy nap két-két percre leül. Úgy kezdi a napját, hogy mondjuk 10 perc csend, úgy fejezi be a napját, hogy 10 perc csend. Ha mindenki leülne 10 percre, jobb lenne a világ? Egész biztos. Igen, egész biztos. Szerintem sokszor, amikor az ember stresszes, rohan, úgy érzi, hogy nincs ideje, akkor sokkal hamarabb odaszól valami csúnyát. És mit csináljon az alatt, a 10 perc alatt? Azon túl, hogy legyen csöndbe. Lassítsa le a légzését mindenképpen, hasból lélegezzen, ne legyen szünet a ki és a belégzés között, és csak figyelje a légzést. És ez épp megnyugtatja az embernek az idegrendszerét. Sokkal nyugodtabban kezd egy napot, és nagyon jó úgy este lefeküdni, hogy az ember nem viszi a stressz magával, mikor elmegy aludni, hanem a légzéssel szépen elengedi a fáradtságot. Amikor egy balettáncosról, mert nekem elsősorban, hogy aztán még muszáj lesz, hogy mondjam, tehát egy balettáncosról, egyrészt az jut eszembe, amit mondtam, hogy szép a lelke, abszolút, finom a lelke, és óriási tűrőképessége van, de az, tehát hogy mondjam, mit is, hogyan kell ezt megfogalmazni, szóval inkább mondok valami más, most eltévesztettem a gondolatot, miközben valamit akartam kérdezni, miről beszéltünk, hogy na mindegy, rugorjunk. Azt beszélgettünk még pont a felvétel előtt, hogy a táncos milyen empátiája van, és hogy milyen érzékeny, és de mindamellett mennyi fájdalmat képes cipelni magában. Ja igen, na ezt akartam mondani, hogy a balett táncosról azért azt nem gondolom, hogy olyan szőrös szívű lenne. Tehát a fájdalmat elviseli. Na ezt akartam. Tehát egy balett táncos sose lesz egy ilyen robusztus, érti, mit mondok, de nem fizikailag mondom most, hanem lelkileg. Tehát belül nem tudjam... Magunkkal szemben van egy kegyetlenség. Igen? Hát igen, mert ki az, aki azt mondja, hogy nincs nagy lábúj körmön, mert 8-10 órákat spiccelek hónapokig, és fölhúzom a cipőt. Tehát ahhoz kell azt mondani, hogy nem érdekel, akkor is megcsinálom. Tehát, hogy kell magunkkal szemben egy iszonyatos... Egy kegyetlen akaraterő, ami nélkül egyszerűen képtelenség ezt a pályát csinálni. Ez így van. Szerintem, hát nem, tehát mondjuk, hogyha egy sérülésért vagy valami fáj, az ember inkább óvja, és inkább gyógyítgatja, és nem az, hogy akkor is ráállok, és akkor is megcsinálom. Tehát, hogy ez és egy ilyen... mégis a szeme úgy rajogsz, ezt bámulom önökbe. Régóta már. Hát hogy miközben nagyon plasztikusan megjeleníti, hogy mit él át, sőt, olykor naturalisztikusan megjeleníti, igen. Ugye? Sőt, kegyetlennek nevezi, az egy nagyon erős szó, ugye? De hogy így is érzem. Igen, én ezt értem, hogy őszintén beszél. A közben meg ragyog a szeme, ez az óriási. Mert az életben minden szerintem áldozattal jár. Tehát a táncosnak az áldozata véres lábúja fájdalom, sokaknak az, hogy koplalni kell. Nekem szerencsére soha nem volt probléma, de mondjuk a táncosok többségének igen. De bármit csinálunk professzionális szinten, ott áldozatot kell hozni. És lehet megérni, hogy ez az áldozat mondjuk nem egy negatív dolog, mondjuk az, hogyha felkészül egy interjúra, idejét tölti azzal, hogy utána olvas, hogy megnéz, nem hogy... Áldozat, de hogy időt, persze, de attól még az ember több lesz. Tehát áldozatot hozni nem jelent ez, hogy kevesebb vagyok, hanem időt szánok valamire. Hát... Tehát ez nem egy negatív filozofikus dolog. Filozofikus kérdés, mondjuk, hogy ki mit nevez áldozatnak. Tehát ha mondjuk én elmélyülök abban, amit csinálok, és az a szerencsém van egyébként, hogy azt csináltam egész életem, amit szeretek. Ez egészen kiváltság. Ez egy kiváltság. Nagyon nagy kiváltság. Igen. Kevesek kiváltsága. Szóval mondjuk nem akarok, nem az ön életébe vájkálok, hanem általában beszélek. Ez nem le, házasságok tönkre mehetnek, ugye, ha arra összpont, és nincs mi beszélni, ezt nem tudja összeegyeztetni, hiszen vagy azt csinálja, amit csinál teljes szívvel, ahogy az előbb mondta. Nem de tud az áldozat nem egy negatív dolog. Tehát az hát ember... azért az mégis egy áldozat, ha tönkre megy a család, mondjuk, az csak filozof. Ez mindenki megnézi, hogy például én szeretek órákig tölteni valamit, az, hogy tanulok róla, de az időt rááldozom.
Hát persze. Tehát, hogy én ilyen szempontról gondolom, hogy tehát valahogy, hogy áldozok valamit az időmből, feláldozok valamit az időmből azért, hogy valami eredményem legyen. Értem én. A kifejezéssel lovagolok csak ebbe a pillanatban, mert tudok amikor valami jobbat mondani erre, hogy áldozatot hozunk valamiért? Tehát, hogy mi az, ami... Szánok időt rá, mondjuk. Hát és igen, akkor... de hát rá áldozom az időt. Jó. Ez most nem erüljünk el. Egy nyelven beszélünk, azt hiszem, tehát nem értjük. Egy orvos is hány évig tanul. Hát persze. Tehát, hogy az is van egy áldozat. És még utána. Persze. Is. Hát, hogy ne? Hát persze, de minden, amit, hogy is mondjam, szóval tehát amikor felkészülök arra, hogy ön jön, az nekem egy mulatság. Igen. Attól még az egy áldozat nekem, de szerencsére ez egy jó áldozat. Egyrészt, másrészt ugye önvédelem, mert az ember nem szeretne itt égni ön előtt, érti? Hogy fogalmam sincs, hogy ki van itt, mert nyilván nem, de normálisan, hát ma azért üt le már olyan emberre nyilván, akinek fogalma sem volt valójában, hogy jön kicsoda, tehát nyilván nem azért, mert ön le akart ülni, hanem azért, mert kiderült, hogy jó, ilyen a világ. Hát persze. Na most beszéljünk még így a hajrában azért a filmről. Mert hát most, ha azt mondják, hogy a Mesterségem címere, akkor most filmes, nem? Hát most pillanatnyilag igen. Igen, és... Hát és hát, de a balett az, hogy mondjam, mint koreográfusnak nem ér véget, de balettáncosnak. A koreográfálás az soha nem volt a kedvencem. Csináltam, mert érdekelt, és inspirálva voltam, de nem éreztem azt, hogy az a fő irányvonalam. Tehát mindenképpen a táncolás volt az, és most pedig a rendezés. És szerencsére Eszenyi Enikő egy olyan színésznő és barát, akivel nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és az Esti Dal című kisjátékfilmnek ugye ő a főszereplője, ráírtam ezt a darabot. Igen. Abban szerepe van, hogy ki hangsúlyozta ugyanis, hogy a barátnője. Szerepe van? Vagy csak ez véletlen? Szerintem a film alatt és után kerültünk igazán közel egymáshoz. Jaj, igen, tehát szerettem volna egy drámai szerepet írni. Szerintem drámai szerepben azért őt kevésbé láthattuk, vagy látjuk, és valami olyat hozott ki magából, amiért nem véletlen, hogy a világ rengeteg részén díjat hoz a film, mert az ő játéka az egyedülálló. Hát ez legalábbis nem akarok ezt egy Enikő érdemeiből semmit sem elvenni, de ez legalábbis közös érdem. Hát persze, igen, de egy jó színésztő nélkül nincs jó film. És én rendezőként pontosan tudtam, hogy mit szeretnék. Tehát úgy mentem a forgatásra. Ez egy nehéz téma. Érdekes, hogy én látom kockánként a filmet. Hát nem egy légies téma, mondjuk így. Mármint a filmnek a története? Hát igen. Ja, hogy egy megbeszélésből született egy lány, és igen. A lány kutatja, hogy ki hát volt igen. Az ő édesapja. Hát nem egy könnyű. De nem egy, nem tudom én. Nem, de egy fontos téma, és egy... Hogyne, leborulok el, nem erről van szó. Csak mondom, hogy hát egy ilyen törékeny hölgy, tehát hogy mondjam, látszólag nem stimmel. Persze, hogy mi van belül, az, és a díjeső, meg egyáltalán a világ fogadtatás az önmagáért beszél, hát nem tudom, tehát ez nagyon kevés, ez magyar jelenleges. Alkotás. Hát igen. Bár az utóbbi időben volt egy-kettő, ugye? Persze, azért a magyar filmek nagyon sikeresek, és az az igazság, hogy csak visszakanyarodok ez a törékenység, ezt nagyon sokszor tapasztalom, hogy törékeny, finom hölgy, és milyen erő van benne. Tehát, hogy ez annyira sokszor visszajön. Hát ez amikor, a balettből jön. És ez biztos, hogy a balettből jön, igen. Hogy tréningezve vagyunk arra, hogy erősek legyünk, de miközben egy ilyen finom világot képviselünk. És most már, hogy van az? Tehát, hogy miután ez ugye világszenzáció lett, lehet mondani, hogy van ez most már ezen túl a világ meghódítása a mérce, vagy pedig ez teljesen független, az alkotás a mérce egyáltalán, létrehozni valamit? Hát az ember, amikor elkezd valamit megalkotni, akkor nem arra gondol, hogy hát most... Persze. Tehát nem ezt látja maga előtt, hanem annak az öröme, annak a mélysége, hogy dolgozik valamin, ami érdekli. Hát én például nagyon sokat olvastam a traumáról, pont annak a kapcsán, ami a filmnek a története, igen. És eddig a traumáról itt semmit nem tudtam. És ezáltal egy egész fantasztikus világ nyílt meg előttem, hogy tulajdonképpen minden embernek van valami traumája. Hát persze. Gyerekkorból hozzuk, vagy felnőttként
éljük át, és hogy mennyire a társadalom nem beszél arról, hogy a trauma az egy nem egy szégyelni való dolog. Ugye miért nem beszél, én szerintem? Mert az embereknek nagyon kevés kis része tudja azt csinálni, amit szeret egész életében. Ennél fogva... Meg szégyelni, soka, tehát a igen, szégyen. De soka, tehát hogy mondjam, úgy élni, hogy nem, hogy csak megpróbálni elviselni, tehát hogy ellenállni, vagy kibírni, vagy felülemelkedni, és így tovább. Az arra kényszert, hogy ne foglalkozz. Igen, de valahol az visszajött, akkor visszajött akár egy betegségben, vagy depresszióban, vagy alkoholizmusban, vagy drogfüggőségben. Tehát, hogyha, és úgy gondolom, hogy én a filmjeimmel szeretnék egy dialógus nyitni arról, hogyha valami trauma, az ne legyen szégyen. Tehát, hogy a mentálisan egészségesnek levés, az ugyanilyen fontos, mint a fizikálisan egészségesnek levés. Tehát, hogy ezt a kettőt valahogy egyensúlyban kell hozni, és nem kéne, hogy szégyen legyen az, hogyha valaki mentálisan nem nincs a helyén, hanem a társadalomnak pont az a, egy egészséges társadalomnak pont az lenne a lényege, hogy segítsük azokat, akiknek segítségre van szükségük. Igen. Tehát az egy fejlett társadalom. Hát igen, csak az önhelyzetét ebben a tekintetben nehezíti, hogy a társadalom ebben nem partner nagyon, mert a társadalom nem szeret szembenézni, érthetően egyébként, tehát nem... Tehát, hogy nem szeret szembenézni, van elég baja úgy is, nem, hogy még egy, hogy szemben. De ez egy nagyon nehéz, tehát a gondolat, az parádés. Az emberek azért szeretnek vígjátékokat nézni jobban, mint drámákat mondjuk, ugye? Mert nem szeretnek szembesülni. Hát ez a traumának az egyik jele, amikor nem akarunk szembesülni. De ez általános. Ez az egyik. Igen, de valahol el kell kezdeni. Ez így van. És... Hát a gondolat csodálatos, mondom. Minden szavával egyetértek. Csak nehéz feladatra vállalkozott akartam. Mit csinál egy táncos? Ja, ja. Hogy nehéz feladatra vállalkozik. Ez valahogy ez a természetünk. De ha... Hát ugye nem most kezdte ugyan a filmezést, de mondjuk, hogy azért még... Hát gyerekcipőbe jár, nem, azt nem mondom. Balettcipőbe. Ez a harmadik kísérletfilmem, de mondjuk ez az első, ahol nincs zene, ami a legmesszebb áll a tánctól. Ez egy dráma. Hát és ami hát olyan híres lett, amilyen híres lett. Bár a másik kettő se, hogy is nem, azt se kell szégyelni. Persze. Azok is díjnyertes filmek, de mondjuk értem én, de ennyire elsöprően. Igen. Tehát azt mondom, hogy na most nem azt akarom mondani, hogy úttörő filmes, vagy mit tudom, vagy éppen véletlenül beesett a filmszakmában, nem erről akarok, hanem azt akarom mondani, hogy ennek az új pályájának, amely tulajdonképpen megtalálta önmagát újra, lehet mondani, kezdetén áll, itt a távlatok végtelenek, hát minden esetre ez a kezdés, tehát ez a rendkívül, majdnem azt mondom, hogy bombasztikus kezdés, de annak van egy rossz íze is, hogy, szóval, hogy ez a teljes elismerésre méltó kezdés, ez minden esetre még inkább önbizalmat adhat önnek, hogy valóban megtalálta önmagát. Hát ez érdekes ez a része, mert mindig azt gondolom, hogy mindig végezzem el a napi feladatot, aztán a következő napi feladatot, hogy mindig tegyek valamit azon a napon azért, hogy előbbre jussak, mert különben az ember azt nézi, hogy úristen, nagy játékfilm, és hogy az szinte olyan nehéz feladat, hogy azt tudom, hol kezdjem. De ha minden nap egy picit teszek érte, akkor egyre inkább közelítek a célé. Tehát próbálom azt, hogy lebontani több részre a folyamatot, mert különben az embert így agyonnyomja az a teher, hogy mi az, amit kitűzött maga elé. Stílszerűen fogom bezárni a beszélgetést, és... Csak a műsoridő miatt. Ugye ön részint Londonban él, mint ahogy a bevezetőben. Szóval az angol fogadóirodákban nagy tétet nem adnának arra, tehát nem lehetne nagy tétbe fogadni arra, hogy az ön életében a továbbiak is ugyanolyan sikeresek lesznek, mint a korábbiak. Mármint, hogy azt csak alacsony téttel lehetne megfogadni 1,1 vagy nem tudom mennyivel. Tehát ötszörös pénz biztos nem lehetne nyerni vele. És én kívánom is, hogy hát legyen ötször annyi sikere, mint eddig, ha lehet. Gratulálok még egyszer az eddigi, hát többszörös pályafutásához, amely előtt lenyűgözve áll. Én is, meg köszönöm, én szerintem ennek az üzenete, hogy az ember ne korlátolja magát. Tehát, hogy
ha éppen a táncos pálya volt a táncos, ha van másfele érdeklődés, nem mondjuk azt magunknak, hogy mi csak egy dologra vagyunk képesek. Szerintem az emberben ezerféle dolog van, amihez van érdeklődése, érzékenysége, és ha szép lassan megkeresi, kibontakoztatja, akkor miért ne lehetne több dolgot csinálni az életben? Ez így van. Azért annyival nyugtassuk meg a nézőt, hogy azért ilyen szinten, ahogy ön csinálja. Ez nagyon kedves, és nagyon jól esik, de én azt gondolom, hogy a néző között biztos van olyan, aki több mindenhez van tehetsége, és csak bátorítom, hogy pontosan hogy így van, hogy mondjam. Én is szoktam otthon gitározni, nem az a szakmám, de azért nem gondolnám, hogy olyan szinten gitározom, hogy díjakat, 14 díjat nyerek vele, sőt a közelébe nem jövök, és csak ezt akartam volna mondani. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, a nézők nevében is, hogy először is, hogy egy nappal később utazott, másrészt, hogy eljött. Hát harmadrészt, hogy itt volt, mert hát ez azt hiszem mindannyiunk számára egy élmény volt, már úgy értem mindannyian, akik hallottuk őt. Én nekem nagyon jól esett a beszélgetés, köszönöm szépen. Én köszönöm a kedves szavait. És akkor a nézőkkel pedig egy hét múlva találkozom, az ő figyelmüket is köszönöm, a viszontlátásra.